Szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Honor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Természetesen köszöntöm azokat is, akik élőben interneten vannak velünk Magyarországról, illetve külföldről, a tengeren túlról, vagy azokat, akik utólag felvételről néznek meg minket. Én Takács Anasztázia vagyok, a PPH egyik vezetője, és én vagyok a mai nap házi asszonya, ami igen nagy megtiszteltetés számomra. Először is megkérem Önöket, hogy a mobiltelefonjukat kapcsolják ki, vagy némítsák el, hogy ne zavarjuk vele az előadást. Köszönöm szépen. Érdemes jegyzetelni az előadáson. Kérem Önöket, hogyha bármi kérdésük van, azt írják le, és a végén lehetőségük lesz, hogy választ kapjanak rá. Tegeződve szoktuk tartani az képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Mi itt a PPH-nál úgy működünk, mint egy nagy család. Most egy tudatosságfejlesztő előadás következik. Ez a rendezvényünk 18 óráig fog tartani, mely után PPH klub lesz 20 óráig. Takács Jászint vagyok, a PPH egyik vezetője. Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Én vagyok a mai rendezvény házigazdája, amely számomra is nagy megtiszteltetés. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mestercoach, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével, Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi életet élnek. Két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól fordult a spiritualitás felé. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő egy olyan tanító, aki példamutató, kiegyensúlyozott életet él. Olyan dolgokat tanít, amelyeket használ is. Ezáltal hiteles ember számunkra. Tanításaival úgy segíti az embereket, hogy nem csak elméleti tudást, hanem módszereket, gyakorlási lehetőséget is nyújt egyben. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Megkérem vezetőnket, Szedlacsik Miklós, mesterkócsot, hogy tartsa meg a mai tudatosságfejlesztő előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? Oké, köszönöm szépen. Mi baj van a világ haladásával? Nem halad? Merre felé halad? Hátrafelé. Milyen irányba haladunk? Rossz felé? Mit értünk azon, hogy rossz felé? Körforgalom? No, akkor hát nézzük, mi mivel is foglalkozunk. Hát ezzel lépjünk túl egyelőre. Az embereknek eljuttatjuk azt a tudást, és azokat a gyakorlási lehetőségeket, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak,
hogy képesekké váljanak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, ha bejön egy probléma, akkor annak a megoldására, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Egyedülállóan itt minden egy helyen megtalálható. Hát ráadásul még ezt úgy sikerült kialakítani, hogy a legeslegkedvezőbb feltételekkel történjen. És igazából csak itt van, hogy helyrehozhatod a saját életedet, helyrehozhatod mások életét, és bejuthatsz az aranykorba. Mi az, hogy aranykor? Egy olyan fajta társadalmi forma, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élik az életüket. Na nézzük meg, miért is csináljuk. Hát ugye ezzel kapcsolatban van egy-két érdekes ilyen felfedezés, hogy ha a tudatlansághoz hozzárakjuk a vallást, akkor terrorizmust kapunk. Ha az emberek tudatlanok, és hozzáteszük a hatalmat, hogy lehet hatalomba kerülni, akkor jön a zsarnokság. Ha ugye a tudatlansághoz a szabadságot tesszük, akkor jön a káosz. Ha a tudatlansághoz pénzt teszünk, akkor jön a korrupció. Ha a tudatlansághoz szegénység párosul, akkor jön a bűnözés. Azért csináljuk, mert a tudatlanság minden gonosz eszköze, és a gonoszság gyökere igazából. Tehát azért csináljuk, hogy az emberek képesekké váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni. Hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Tehát ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Hát az a helyzet, hogy ezt valahogy nagyon sokan nem gondolják komolyan. Tehát nem gondolják azt, hogy lesz itt valami aranykor, vagy hogy lesz, mint lesz. Ezzel kapcsolatban szeretnénk egy-két dologról beszélni nektek, jó? Tehát, hogy lesz, mint lesz. Hát most kérdezem én azt, hogy mennyire szereted a hozzátartozóidat? Rokonokat. Na most, hogy mennyire vagy elfogadó? Elfogadó. Mennyire vagy elengedő? Ezek ugye jó kérdések, nem? Na most ugye szükséges lenne majd egy elfogadás, mert hát ugye egyszerűen az van, hogy sokan nem gondolják azt komolyan, hogy kellene egy lelki fejlődésen keresztül menniük. Sőt, mondhatjuk azt, hogy jelen pillanatban az emberek többsége nem gondolja azt, nem itt PPH-sokról beszélünk, hanem a külvilágról, hogy az emberek többsége nem gondolja azt, hogy neki szüksége lenne egy lelki fejlődésre. Igazából mondhatnánk azt, hogy a legtöbb ember azt se tudja, mi az, hogy mi fán terem ez a dolog. Mi az, hogy lelki fejlődés? Miért kellene lelki fejlődés? Na most, hát erre, hogy az emberek erre feleszméljenek, kellene, hát adtak 6 évet. A fentiek. Tehát 6 év, és ez fogy. Most ezt kiszámolod, hogy ez a 6 év mikor jár le. Ugye 9-esre kell, hogy kijöjjön a vége, akkor jár le. Számolt ki. 2025, jól számolom? 2025, az 9. Tehát van 6 év gyakorlatilag. Na most ebben a 6 évben
aki totál elutasítja még a lehetőséget is, és normál ember, tehát nem elnyomó, hanem normál ember, de totál elutasítja, tehát szociális ember, de mégis elutasítja az ő szellemi fejlődését, lelki fejlődését, az ebben a 6 évben meg fog halni. Nem én mondom ezt. Én csak közvetítem az információt. Az antiszociális személyek, ugye akik azért ügyködnek, hogy az embereket elnyomják, érdekes módon azok ilyen személyes halálban nem részesülnek. De lesznek ebben a 6 évben ilyen tömeges halálesetek is, jelentős számban egyre több, amiben nyilván bekerülnek a szociális személyek is, meg az antiszociálisok is, a bolygón egyébként minden 5. ember antiszociális. Tehát ami azt jelenti, hogy elég jelentős számban vesz körül minket antiszociális személy. Tehát ami annyi, hogy ugye lesznek olyan tömeges halálesetek, ahol meghalnak szociálisok is, meg antiszociálisok, de jellemzően érdekes módon az antiszociálisok azok ilyen hirtelen halálban kevésbé halnak meg. De nagyon egyszerű oknál fogva van ez így, mert hogy az antiszociálisoknak az a dolga a mai földi bolygón, mai földi társadalomban, hogy levigyék az emberek hangulatát. Az a dolguk. És az emberek hangulatát leviszik, akkor az emberek hibát hibára halmoznak, majd csak eljutnak oda, hogy az anyagba elveszítik a hitüket, már aki, és elkezdenek hinni valami földön túli dologban, az anyagon kívül valami szellemi természetű dologban. Mert ugye a legtöbb ember, ameddig az anyagban hisz, olyan mértékben, amilyen mértékben hisz, tehát egyszerre nem tudsz abban hinni, hogy te képes vagy, és nem vagy képes. Tehát 2 ellentétes dologban egy ember nem tud hinni. Egy ember csak 2 ellentétes dolog közül 1 dologban tud hinni. És a szellem és az anyag az akármilyen hihetetlen ellentétes dolog. Tehát valaki vagy az anyagban hisz, vagy a szellemben hisz. Tehát a szellemiségben hisz. Ugyanis, ha mi nézzük meg itt a bolygón, ha mi nem lennénk ezen a bolygón, mi emberek, akkor ezen a bolygón mennyi olyan anyag lenne, illetve mennyi anyag nem lenne, amit létrehoztunk mondjuk az elmúlt évszázadokban, vagy évtizedekben, vagy évezredekben. Tehát nézd meg, ha mi nem lennénk képesek a gondolkodásra, akkor nem lettünk volna képesek épületeket létrehozni, hidakat, utakat, stb. Akkor gyakorlatilag maradt volna pusztán a természet. Tehát ha az ember úgy működne, mint az állat, hogy tisztán ösztönlény lenne, akkor nem lenne képes az alkotásra. Nem lenne képes létrehozni dolgokat. De mivel képesek vagyunk gondolkodni, maga a gondolatban ugyan mesélj már arról magadban most nyilván, hogy mi az anyag. Hol az anyag a gondolkodásban?
Tehát a gondolkodásod anyagból van. Tehát a gondolatainknak, a gondolkodásunknak az ég adta világon semmi köze nincs az anyaghoz. Ha a világegyetemben nem lenne anyag, akkor is tudná gondolkodni. Világos ez? Ha nem lennél testben, akkor is tudnál gondolkodni. A gondolatunk teljesen független minden anyagtól a világegyetemben. Minden anyagot a világegyetemben gondolatok hoztak létre. És amikor az első anyagot létrehozták a világegyetemben, akkor még nem volt anyag, csak gondolat. Ami azt jelenti, hogy értelmes szellemlények gondolata. Tehát az anyag meg minek lett létrehozva? Tudod, minek lett létrehozva? Arra, hogy a gondolatot eltorzítsa. Azért lett létrehozva az anyag. És olyan lelkek hozták létre, vagy lélek hozta létre az anyagot, amelyik már nem jó hangulatú volt. És az anyag miatt lehet manipulálni értelmes lényeket. Az anyag miatt. Tehát most gondolj bele, hogyha egy anyagban nem lennél bezárva, ugye a lelked nem lenne bezárva egy testbe, akkor a léleknek nincs olyan, hogy meleg vagy hideg. Nem kell neki ennivaló, nem kell neki levegő, nem kell neki innivaló. Bármilyen szélsőséges körülmények között el tud lenni. Oké? Tehát semmilyen fajta anyagra nincs szüksége. Tehát itt vagy te emberként, és elhitették veled, hogy az élet központja az anyag. Már fizikából is ezt tanultad. Elkezdték tanítani ezt az általános iskola alsóbb tagozataiban, hogy anyagközpontuság, biológiában, illetve akkor még élővilág. Tehát az élővilág is, ha megnézed, hol tanultunk az élővilágból, tehát biológiából olyat, hogy az anyag, tehát az élőlényekben van egy mindent meghatározó energia, ami közös, egy ilyen közös energia, ami mindenben megtalálható, minden anyagban megtalálható. Hol tanultunk ilyen dolgokat? Sehol. Tehát beszéltünk az anyagról, megtanították az embereket az anyagra, rávették arra, hogy anyagközpontú legyél, és ezáltal rá tudtak arra venni, hogy manipuláljanak az anyag miatt. Hát nézd meg, hát az anyagért élsz, halsz. Nem? Nem ezért? Hát a legtöbb ember azért él, hal az anyagért. Tehát semmi más értelme nem volt az anyag létrehozásának, csak hogy az értelmes lelkeket lehessen manipulálni. És ez a manipuláció ez nem most kezdődött, hanem évmilliárdokkal ezelőtt, mikor az anyagot létrehozták. Sok évmilliárddal ezelőtt. Tehát egy léleknek nincs szüksége anyagra. Hát most azért van mégiscsak szüksége, mert be van zárva a testbe, az anyagba bezárták a lelkünket. És ez csak velünk fordult elő emberekkel. Tehát az ember vagy az anyagba hisz, vagy a szellemiségben,
De az anyag nem teremt szellemiséget, a szellemiség teremt anyagot. Sőt, mondom még egyszer, a világegyetemben minden anyagot a szellemiség teremtett. Semmilyen anyag nem jött létre magától. De még milyen érdekes, mikor arról beszélünk, hogy magától. Nem, ugye ez eléggé kétértelmű. Hát magától jött, ha magázódunk, nem, magától jött létre. Nem? Szóval, ezt most miért mondom? Na, gondolkozz, ha az anyagot a szellemiség teremti, akkor miért az anyaghoz ragaszkodsz? De nem az anyaghoz kellene ragaszkodni, hanem a szellemiséghez. Nem az anyagban kellene hinni, hanem a szellemiségben. Tehát milyen szellemiségben? Ami benned van. Meg abban, amivel a benned lévő szellemi energia össze van kapcsolódva. Tehát ugye elmondtam, hogy minden élőlény energetikailag össze van kapcsolva a világegyetemben, minden élőlény, sőt, minden élettelen dolog össze van kapcsolva, mert bármilyen élettelen dolgot, egy kődarabot megvizsgálnak, akkor benne találják a teremtőnek az energiáját. Ez már kvantumfizika. Tehát ezt a kvantumfizikusok megállapították. Tehát minden ezen a világegyetemben energetikailag össze van kapcsolva. Na most, tehát benned van egy lélek, amely kapcsolatban áll, tudásban előtted járó, lényegesen előtted járó, Isten teremt, Istenszerű teremtmény lelkével kapcsolatban van. Ami azt jelenti, hogy valamit nem tudsz, akkor, hogyha lenne olyan tudásod, hogy hogy kell azt a tudást megkapni, akkor át tudnák neked küldeni. Mert ez csak tudás kérdése. De most megint mire gondolsz, hogy valamit nem tudsz? Arra gondolsz, hogy mondjuk nem tudod, mondjuk, hogy hogy kell valamit megjavítani. Erre azt mondanák föntről, hogy nézz utána azokban az anyagokban, ami fellelhető, mondjuk az interneten. Hát bolondok leszünk neked ebben segíteni, mikor utána tudsz nézni. Tehát ne ilyenbe gondolkozz, hanem olyan dolgokba gondolkozz, hogy mi várható. Tehát mi várható? Tehát ha ezt teszem, mi fog történni? Ha azt teszem, mi fog történni? Ha ezt teszem, ezzel jót teszek? Ezt teszem, ezzel nem teszek jót? Stb. Stb. Tehát ebben kellenek a válaszok. Nem abban, hogy ha vannak valami technológiák, akkor utána tudsz olvasni, akkor helyette megkapod válaszként. De a válasz fentről igen, nem, vagy pár szó. Érted? A kérdésre. Na most nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát itt van benned egy lélek, amely kapcsolatban áll mindennel. De az emberek nagy része az anyagban hisz. Nem? Na most az anyag nem teremt szellemiséget. Ugye erről az imént beszéltem. Az anyagot viszont a szellemiség teremti. Tehát nem gondolod, hogy az embereket rá tudnád vezetni arra, hogy melyik a fontosabb? Tehát ezen a bolygón 40%-os mértékben meghatároz minket az anyag. 60%-os mértékben nem határoz meg.
40%. De az a 40% jelentős. Az elég jelentős a 100%-ból. Tehát ami azt jelenti, hogy nem elenyésző hányad. Tehát foglalkozni kell az anyaggal. De most gondold végig. Valaki hisz az anyagban, akkor mit fog csinálni? Tipikus, emlékezz a szüleidre. Nekem minden pénzért az életemben meg kellett dolgoznom. Semmit nem adtak ingyen. Nem hallottál ilyeneket? Tehát, hogyha az ember az anyagban hisz, akkor kőkeményen mindenért meg kell dolgozni. Nem hiszed? Emlékezz vissza, amikor az anyagba hittél. Akkor kőkeményen meg kellett dolgozni mindenért. Na most, így működnek az anyagi központú emberek, akik az anyagba hisznek. Mindenért kőkeményen megdolgoznak. Nem? És ez a nagy többség, mert ez az emberek 97%-a gyakorlatilag így működik. Mindenért keményen megdolgozni. De hogyha az ember nem az anyagba hinne, hanem a szellemiségben, most akkor gondold végig, melyik az egyszerűbb? Vagy melyik tűnik egyszerűbbnek? Nem biztos, hogy egyszerű, csak melyik tűnik egyszerűbbnek? Dolgozni minden nap, vagy mondjuk havonta a megélhetésért 170 órát. Mert ha te havonta 170 órát dolgozol, akkor csak a megélhetésért dolgozol. Akkor megélsz. Van, aki jobban, van, aki kevésbé jól, de az csak a megélhetés szolgálja. Azok, akik többet akarnak ennél, jobb anyagi körülményeket akarnak, nem csak a megélhetésüket akarják, akkor azok dolgoznak mondjuk 300 órát egy hónapban. És akkor akárhogy megnézed, már az élet színvonala 80%-kal magasabb, mint azoknak, akik csak 170 óra a megélhetésért való munkaidő. És akkor dolgozik egy ember, hogy jobban éljen mondjuk 300 órát. Vagy hogyha mondjuk nyugaton él, vagy egy mondjuk Magyarországon egy olyan, vagy bárhol a világon egy olyan vállalatnál dolgozik, ahol jobban megfizetik, akkor ott megveszik a lelkét is. Szó szerint. Tehát minél jobban megfizetnek valakit, annál jobban megveszik a lelkét. De nem is ez a lényeg. Tehát magyarul annál jobban oda kötik ahhoz a céghez. Tehát annál jobban, hogy értsd, gúzsba kötik. Hogy még jobban értsd, annál inkább rabszolgává teszik annak a cégnek a rabszolgájává. Mert minél többet keres valaki, annál több a vesztenivalója. Világos ez? És minél több valakinek a vesztenivalója, annál inkább gúzsba lehet köpni az illetőt. Na most így élnek az emberek szerte a világban. Ezzel az elvvel. Azok, akik nem így éltek, azoknak már a gyerekei így élnek. Azok, akiknek volt ilyen kis saját gazdaságuk a világban szanaszét, már azoknak a gyerekei bevonultak a városba, és ugyanazt csinálják, mint a többiek. Elkezdenek az anyagba hinni, mert ott más volt, a szülei még másba hittek. Tehát elkezdenek az anyagba hinni, és gúzsba kötik magukat. Szó szerint. Ahelyett, hogy egy kicsit ránéznének a szellemiségre, és meglátnák azt, hogy hát gyerekek, hát a szellemiség teremti az anyagot.
akkor melyik az egyszerűbb, hogy dolgozok 170 vagy 300 órát egy hónapban, vagy az az egyszerűbb, hogy figyelek a gondolataimra, és céltudatosabban gondolkodom. Melyik az egyszerűbb? Én tudom, hogy nem könnyű úgy, hogy az embereket teletömték negatív gondolkodással a média. Persze nehéz figyelni a gondolatokra, de én úgy gondolom, hogy mégis könnyebb figyelni a gondolatokra, mint dolgozni mondjuk 170 vagy 300 órát. Nem? Na most, ha egy ember figyel a gondolataira, akkor előbb-utóbb rájön arra, hogy én valahogy alkalmazottként engem kihasználnak. És meddig akarom, hogy kihasználjanak? Nem? A életem végéig, hát azért, mert apámat is, vagy anyámat is kihasználták, meg lehet már a nagyszüleimet is, hát ki tudja. Ezért engem is ki kell használni, meg azért, mert a barátaimat kihasználják, vagy mert a szomszédot kihasználják, meg a rokonaimat kihasználják, ezért használjanak ki engem is. Hát persze, ha valakinek az anyaga központ, hát akkor dolgozni, használjanak ki, más is így működik, hát ez a sorsom. Nem? De hát ha valaki, mondom, ránéz erre a dologra, hogy a szellemiség teremti az anyagot, akkor onnantól kezdve azt mondja az ember, hogy létrehozni, teremteni kell. Nem olyat kell csinálni, amit valaki megálmodott, érted? És akkor alkalmazottként ott elszüttyögök abban a tevékenységben, amit felkínáltak számomra, megvették a munkaerőmet, és akkor gyakorlatilag építed vele annak az egzisztenciáját, mert semmi mást. Érted? Azt építed vele, hogy ő még gazdagabb legyen. Mert csak azt csinálod. Vagy lehetne azt gondolni, hogy hát létrehozni valamit, de hát persze létrehozni valamit, hát mi a manót hozzunk létre? Hát akkor azt mondja az ember, nyissunk egy kisboltot. Hát de már valamilyen boltot. Mindegy milyen boltot. Hát amire azt gondolja az ember, hogy menni fog. De hát hány bolt van a világban? Tehát az ember, ha csinál valamit, akkor valami olyasmit kellene csinálni, amiből kevés van, nem? Vagy nincs, vagy nagyon kevés van. Nem? Na most, de hát akkor azt mondja az ember, hát mit? Miből van kevés? Na most, mondok egy példát, mondjuk élelmiszer boltra. Mondjuk egy országban mennyire van szükség? Hány darabra? Hát úgy számszakilag. 10 000? Mondjuk a mi országunkra, Magyarországra. Van 10 millió állampolgár. Mennyi boltra van szükség, hogy az emberek élelmiszert vásároljanak? Mennyi? Hát mondjuk, ha azt mondjuk, hogy mondjuk 500 fő megy egy boltba, nem? Hogy az a bolt valahogy éljen. Nem? Mert akkor úgy az, hogy jobban él, vannak kisebb boltok, meg mondjuk átlagosan.
megnézzük, akkor 10 milliót visszahoztuk 500-zal. Az 20 ezer volt. Jól számoltunk? Igen, az 20 ezer volt. Tehát mondjuk akkor ebbe az országba kell 20 ezer volt. Aha. Na most akkor ugye megkérdezném tőled, hogy ebben az országban hány tanítóra lenne szükség? Hm? 400 ezer. Most akkor melyik a nagyobb szám? A 20 ezer vagy a 400 ezer? A 400 ezer, nem? Na most, akkor arányaiban melyik több most Magyarországon? A boltok száma, vagy a tanítók száma? Akkor melyik a jobb üzlet? Mire való a szellemiséged, úgy megkérdezni? Gondolkodj! Érted? De bár azért hoztam föl az élelmiszert, mert arra van a legnagyobb szükség. Mert az napi szinten kell az embernek, nem? Tehát abból kell a legtöbb. Semmilyen bolt nincs annyi számú, mint az élelmiszerboltok. Evidens, nem? Tehát ruhaboltra nincs annyi szükség, cipőboltra nincs annyi szükség, semmire nincs annyi szükség, mint élelmiszerre. De mégsem így van, mert tanítóra nagyobb szükség van. Hányszor? Mennyi? A 400 ezerben a 20 ezer hányszor van meg? 80-szor nagyobb üzlet? 20? 20-szor 20? Akkor 20-szor nagyobb üzlet, mindegy. 20-szor nagyobb üzlet. Nem? De ugye lehet, hogy te még nem gondolkodtál ilyen dolgokon. Akkor nézzük még ezt a kérdést egy kicsit. Ugye miért nyit valaki egy boltot? Miért nem áll be alkalmazottnak? Hát mert a maga ura akar lenni, nem? És akkor úgy megkérdezem, hogy mondjuk ha valaki nyit egy boltot, akkor honnan tudja pontosan, hogy mit kell majd abban a boltban csinálni? Hát legfeljebb úgy, hogy előtte már valami hasonlóban volt alkalmazott, nem? És akkor volt valami, vagy akár olyanban volt alkalmazott, és azt mondja, hogy annak alapján, hát én ezt én is meg tudom csinálni, mint amit a tulajdonos megcsinált. Nem? De általában nem így kezdik ám a vállalkozásokat az emberek. Hanem úgy kezdik, hogy mit tudom én, mondjuk, mérnöknek tanult, és taxis lesz belőle. Érted? Csak mondtam egy példát. Tehát ami azt jelenti, hogy teljesen más. Halvány dunsztja nem volt arról, hogy azt a vállalkozási formát hogy kell üzemelni. Csak látta valakitől, hogy ő már csinál olyat, és elkezdte csinálni. Na most... Nem tudom, tudod-e, hogy a vállalkozások több mint 80%-a az első 3 évben tönkrement. Az első 3 évben tönkrement. Illetve, bocsánat, az első évben megy tönkre, és a következő 3 évben még valami 10-valahány százalék megy tönkre, bocsánat. Tehát gyakorlatilag 3 év után valami 7% vagy mennyi marad meg a vállalkozásoknak. A hagyományos vállalkozásokról van szó. De ez miért van? Hát mert gyakorlatilag nem értenek ahhoz a dologhoz, nem? És ha nem ért az ember valamihez, akkor mit kell csinálni? Ha megtanulni, nem? Ha meg kellene tanulni. De ki tanítsa meg? Hát oda megy egy másik boltoshoz, és azt mondja, hogy hát öntől egy... két sarokra akarok egy hasonló boltot nyitni. Ugyan mesélje már, mert az öné olyan jól megy, hogy hogy csinálja.
És akkor ez nagy lelkesen azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy jött. Hát elmondok minden részletet, hogy hogy kell csinálni. Így fogja csinálni? Hát biztos, hogy nem. Hát mondjuk, ha te csinálnád, ez biztos, hogy rövid úton elzavarnának abból a boltból, vagy ha te lennél az a boltos, elzavarnád azt a készülődő konkurenciát. Hát nyilvánvaló. Tehát tudáshiány van, az embereknek tudáshiány van. Nyilván a tudáshiányhoz tartozik a marketing hiány, az értékesítés hiánya, stb. Stb. Tehát ugye nem elég az, hogy valamit az ember létrehozott, ezt el is kell tudni adni. Jó, és hát ezért a vállalkozások tönkre mennek. Akkor a másik tapasztalat az, hogy túl hamar vesznek ki abból a vállalkozásból pénzt, tehát kiürítik a kasszát, és ezáltal tönkre megy a vállalkozás, tehát nem fektetnek vissza a vállalkozásba. Jó, tehát ilyen dolgok vannak. Na most, sőt, ugye belekezd az ember mondjuk egy kisboltba, hát milyen termékkészlet kell oda? Hát kell termékkészlet, be kell fektetni termékkészletbe, stb. Stb. Tehát egy csomó pénz kell egy vállalkozás elindításához. Na most akkor nézzük meg, ugye mondjuk a tanítás az, ahhoz milyen termék kell? Hát nem kell termékkészlet, nem? Nem kell termékkészlet, az nem kell. Akkor az egy szellemi termék, nem? Akkor nem jársz úgy, mint a mondjuk valaki megveszi a kenyeret, de nem veszik meg, vesznek annyi kenyeret, az rászárad. Vagy megpenészedik, érted? A te tudásod rászárad. Vagy megpenészedik? Hát nem úgy szokott lenni, nem? Hát nem szokott ilyet csinálni, a tudás valahogy az nem ilyen. Nem? Tehát nincs ilyen fajta, nincs veszteség, nincs. Tehát semmilyen veszteség nincs, a tudásodnak nincs vesztesége. Akkor, mit tudom én mondjuk, veszel dolgokat, és akkor szépen elamortizálódik, ki kell cserélni, érted? Mert már nem működőképes, mócska, már régi, stb. Stb. Megint be kell fektetni. A tudásnak nincs ilyen. Hát nincs amortizációja a tudásodnak, nem? Tehát gondold végig, hogy itt van egy olyan lehetőség, ahol a szellemiséggel kereskedhetsz idézőjelben. Most gondolj bele, ki ismer egy kisboltot, vagy olyat ismertél, ami a környékeden volt? Tehát ki az, aki ismert kisboltot, ami a környéken volt, vagy éppen van? Jó, oké, tehát ugye nagyon nagy többség. Tehát ugye ez a kisbolt még lehet, hogy most is van, lehet, hogy már nincsen. Tehát az azt jelenti, hogy... Na, mit akartam ebből kihozni? Na, mindegy, majd eszembe jut. Hát nem éppen azt. Szóval... Tessék? Tehát ugye, hogyha te kisboltot csinálsz, akkor ha valamikor, mit tudom én mondjuk, valaki nyit a környékeden egy másik kisboltot, akkor, ja igen, megvan, mit akartam mondani. Tehát azokban a kisboltokban jellemzően kik jártak be vásárolni? A környékbeliek. És emlékezz vissza, hogy az a bolt hol volt. Valami olyan helyen, ahol jártak el emberek vagy autók. Igen, és mindenki bement abba a kis boltba? Nem. Hanem bementek azok, akik éppen arra volt dolguk, nem? Vagy éppen valamit akartak venni,
Nem, de a legtöbb ember, az aki elment a bolt előtt gyalog vagy autóval, nem ment be a boltba, nem? Mert ha mindenki bement volna a boltba, aki elment a bolt előtt, akkor az már nem kis bolt lenne, hanem nagy. Nem? Tehát ugye természetes dolog, hogy egy kis boltba sem megy be senki, nem? Vagy nem megy be mindenki, akarom mondani. Tehát nem megy be mindenki. Sőt, az is természetes, hogy a többség nem megy be. Nem így van? Csak egy kisebbség megy be. De ha megnézed, mit tudom én, egy Tesco előtt, pedig az egy nagy áruház, eljárnak autók, és ott sem megy be annyi ember a Tesco-ba se vásárolni, mint amennyi eljár arra felé, vagy elmegy arra felé. Közel se. Hát nagyságrendileg kevesebb. Na most akkor miért gondolod azt, hogy a tanításban az lenne, hogy ez mindenki igénybe fogja venni? Tehát a kisboltba sem megy be mindenki. De ez egy természetes dolog. Hát nézd meg a taxisokat, hogy ott állnak fél órákat, órákat, és nem száll be senki. Pedig hány ember elmegy közben a taxi mellett? Nem? És mégse szállnak be. Tehát ez természetes dolog az, hogy nem veszi. Tehát a Földön nincs olyan szolgáltatás, vagy olyan termék, ami mindenki igénybe venné. Nem volt, nem is lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor mi szervezünk, és megszólítunk embereket, természetes dolog, hogy egy része nem fogja igénybe venni. Mindig gondolj arra, hogy az lenne a nem természetes, hogyha az emberek többsége igénybe venni. És természetes dolog az is, hogy akik mondjuk nek megtetszik, mondjuk az sem lesz tanuló annak a jó része. Tehát ez olyan, hogy valaki bemegy a boltba, és vannak csak körülnéz, és utána kimegy. Nem vásárol mindenki. Tudom én, édesanyámnak szoktam venni két naponta kettő zsömlét. Bemegyek a kenyereshez, és veszek két zsömlét. Ennyi a vásárlás. Ha csak nem kell nekünk még kenyeret venni. Érted? De ha nem kell kenyeret venni, akkor kettő zsömle az, amit vásárolok. Hú, de nagy összeg volt, mondjuk kifizettem 80 forintot. Érted? Hú, de nagy bevétel volt neki. Tehát ugyanez, hogy van, aki csak vesz valami picit, érted, és nem vesz semmi nagyobbat. Tehát ha abból kellene megélni a kenyérbolt, amit én vásárolok, akkor abból nem nagyon élne meg. Szóval a lényeg az, hogy ez természetes dolog, hogy az ember belefog valamilyen üzleti tevékenységbe, akkor nem lesz mindenki vevő. Sőt, a legtöbbet nem is fogja érdekelni. És akkor mi van? Ez egy ilyen szakterület. Az értékesítés az ilyen szakterület. Bármilyen termék, szolgáltatás, forgalmazás az ilyen szakterület. De most gondold végig, megint mondom, melyik az egyszerűbb? Dolgozni a megélhetését 170 órát, és teljes kiszolgáltatottság, vagy dolgozni 300 órát, magasabb anyagi körülmények, további teljes kiszolgáltatottság, vagy helyre rakni az embernek a gondolatait, gondolkodni és teremteni. Tehát meg kell tanulni bármilyen szakterületet jól csinálni. Ugye ezt tudod jól? Ha bármilyen szakterületen kontármódon dolgoztál, hát nem sok végeredményt tudtál produkálni, nem? De ha valamilyen szakterületen jól dolgoztál, akkor annak eredményei lettek, és ha az ember eredményes, akkor lehet, hogy sikerélményed is lett belőle, nem?
Tehát még ilyen sikerélmény érzeted is volt. Abból, hogy valamit jól csinálsz. Miért gond az, hogy vedd a fáradtságot, hogy megtanuld a tanulók szervezését? Elméletben sose fogod megtanulni. Csak úgy, hogy gyakorolsz, és hozzá rakod az elméletet mindig a gyakorlathoz. Tehát miért jelent az gondot, hogy ez így működik a világon mindenütt? Hogyha valamit jól akarsz csinálni, gyakorolni kell és használni kell az elméletet a gyakorlatban. De nem úgy működik, hogy majd, ha már elméletben mindent tudok, akkor nekiállok. Lehet, hogy a te életed ez így valamilyen szinten működött, én még sose nem tapasztaltam azt, hogy ez működne. Én mindig csak azt tapasztaltam, hogy az ember valamibe belefogott, és akkor kezdetben nehezen ment, az egyre könnyebbé és könnyebbé vált, ahogy az ember megszerezte a rutint. Nem? Na most akkor megkérdezem azt. Még ha rossz statisztikák mellett, mit tudom én, tehát még nem nagyon jól csinálod, és 10 beszélgetésből mondjuk egy tanulód lesz. 10 beszélgetésből. Na most, a tanulók 95%-a, tehát összességében körülbelül 70%, az végig csinálja 3 évet. Tehát végig csinálja 3 évet. És annak is egy jó része, még a 70%-nak, mit tudom én, körülbelül a kétharmada, megint csak egy 70%, még tovább tanul. De ha csak ezt a 3 évet nézzük, az azt jelenti, hogyha csak egyes szinten lenne neked elszámolva végig, és senki után nem keresne egy vasat se, akkor is számolt ki, hogy 36-szor 3200 forintot kapsz utána. Illetve az 37-szer 3200 forint, már az első hónapban ugye két havit kapsz. Tehát 37-szer 3200 az mennyi? 207.000 forint vagy mennyi? Annyi? Ezt már ugye látom, géppel számolta. Mennyi ez? 37-szer 3200 forint? Számolja ki valaki. 118.000? Jó, akkor nem 200. 118.000 forint. Tehát egy ember után 118.000 forintot kapsz. Na most, az azt jelenti, hogy azt nyilván 3 év alatt fogod megkapni. Mert 3200 forintjával. De akkor is 118.000 forintot kapsz egy ember után. 118.000 forintért meg most dolgozol 100 órát. Érted? Ha nehogy ma azt mondd, hogy egy tanulóért 100 órát kelljen dolgozni. Érted? Az a baj, hogy te csak a 3200 forintot, vagy az első havi 6400 forintot számolod. De ne azt számold, hanem azt számold, hogy mennyit kapsz utána 3 évben. Tehát, hogyha még levesszük azt is, hogy csak a 70% csinálja végig, akkor is a 118.000-nek a 70%-a durván 80.000 forint. Akkor is átlagosan egy tanulóból keresel 82.000 forintot. Egy tanulóból, legalább. Érted? Ezekkel nem vagytok tisztában. Tehát te dolgozhatsz az életedben, de most azt, ha mondom, nem túl jól csinálod mondjuk átlagosan, akkor 10
beszélgetésből csinálsz egy tanulót. Tehát nem, tehát olyat, aki már beregisztráltál, most arról van szó. Tehát 10 általad beregisztrált emberből csinálsz mondjuk egy tanulót. Na most, ha mondjuk kiszámolod, hogy a 10 óra, tehát a 10 emberrel, meg mondjuk még számítjuk a regisztrációt, és ott általában meg tudod csinálni, hogy minden másodikat beregisztrálod. Simán. Tehát mondjuk 20 emberből lesz egy tanulód. 20 emberrel beszélsz, van akivel pár mondatot, van akivel kicsit többet. Hány óra lehet az a 20 emberrel beszélés? Mondjuk 4 órát beszélgetsz? 20 órát. Körülbelül annyi. Te mondjuk legyen 4 óra, jó? Te mondjuk 4 órát kommunikálsz. És 4 óráért kapsz 82.000 forintot, mert lesz egy tanulat. Na most nem tudom, most mennyi az óradíjad. Oszd el a 80-t, az több mint 20.000 forintos óradíj. És akkor csak semmit, olyan jutalékot nem számoltunk, hogy a csoport után mennyit fogsz keresni, meg stb. Stb. Meg már levettük azt is, hogy kihullik a 30%. És akkor te szépen csinálod azt, a kis 1000-2000 forint közötti óradíjaddal, érted? Amit csinálhatnál 20.000 forintos óradíja. De nem azt csinálod. Miért? Mert anyagi természetű a gondolkodásod. És nem szellemi. Tehát nem szellemileg, tehát a szellemeddel teremted az anyagot. Tehát nem az anyag hozza létre a szellemet, a szellemiséget. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy most gondold végig, ha pénzért csinálod ugyanezt, nem fog működni. Mert az anyagért csinálod. Ha azért csinálod, hogy az emberek tudatosodjanak, az emberek lelkileg fejlődjenek, akkor ez működik. Tehát, hogyha képes vagy elvonatkoztatni magadat az anyagtól, akkor elkezd működni a dolog. Ameddig az anyagban gondolkodsz, akkor ne csodálkozz, hogy nem úgy működik, ahogy kell. Hiszen nem az anyagról szól a történet, az emberek fejlődéséről szól a történet. Tehát mi az embereket fejleszteni akarjuk, és fogjuk is. Most gondolj bele, miért ne tudnánk azt megcsinálni, hogy átlagosan ahány tanuló van a PPA-ban, mondjuk legyen annyi új havonta. Tehát miért ne lehetne azt úgy kezdeni, hogy van egy kis csoportod, nyilván egy kis csoportnak sokkal könnyebb meghatározni. Tehát vagy úgy kezdeni, hogy van egy tanulód, vagy te vagy egyedül, még tanulót sincs. És következő hónapban megduplázom magam. Már ketten leszünk. Ha már van tanulód, akkor elérni a tanulóknál, hogy mondjuk a következő hónapban miért ne tudnád azt megcsinálni, hogy duplázd meg magadat. És akkor te is megduplázod meg a csoportban mindenki. Bár te ugye a csoportodban mutathatsz nagyobb mintát, hogy nem egyet hozol, hanem többet. És akkor már is van egy havi szintű duplázódás. Hm? Miért ne tudnád megcsinálni? Figyelj, 20.000 forintos óradíja nem tudod megcsinálni? Kár rá időt fordítani? Hát tegye már föl az a kezét, aki ennél magasabb óradíja dolgozik a civil foglalkozásában. Jó? Na, rajta. Rajta. Senki? Senki. Jó, én fölemelem, de... De akkor rajtam kívül. Jó, de én ezt csinálom. Csak én nekem magasabb az óradíjam már. Jó van. Szóval,
Tudod mennyi most körülbelül az óradíjam? Azt mondja, hogy körülbelül 500 ezer forint. Igen, most jelenleg. És 20 ezerrel indul. Na most ha azt akarod, hogy több legyen, érted, az óradíjad, akkor ez emelkedik, mert a hálózatépítéssel tudod jól, hogy emelkedik. Mert itt ebben nem volt hálózatépítés, ebből csak a saját tanulók után részesedés van. Tehát nem tudom, hogy ti mennyire vagytok ellenségi a szellemi teremtésnek, de azt mindenki csak saját maga tudja. De soha nem jutsz oda, hogy olyan óradíjad legyen, ami kielégítő, hogyha nem kezded el az emberek behozatalát. Tehát én ugye végigcsináltam a pénzügyi területet, tudjátok jól. És ott nem volt ilyen óradíjam. Oké? Tehát lényeg az, bocsánat, mit mondtam, 500 ezer? Nem 500, csak olyan 100 körül van, bocsánat, túlzott volt a szám. Jó, csak olyan 100 körül van, jelenleg. Jó? Na, bocsánat, eltúloztam. Jó, tehát 100 ezer forint csak. No, tehát lényeg az, hogy lesz 500 ezer. Hogy lesz 500 ezer, ezt tudom, hogy lesz, mert egy természetes folyamat. De nem ezért csinálja az ember, nem érdekel. Tehát mi voltunk olyan, csak az én gondolkodásomat megértsétek. Tehát mi voltunk olyan nehéz anyagi helyzetben, amikor el kellett adni gyakorlatilag minden aranyunkat, hogy a hálózatot ki tudjuk fizetni. Érted? Meg, tehát hogy a megélhetést tudjuk finanszírozni, és olyan anyagi helyzetben, hogy gyakorlatilag minden forintra figyelni kellett. És akkor én azt mondtam a nejemnek, hogy nekem ne beszélj az otthoni anyagi problémákról. Tehát én semmit nem akarok tudni az anyagi problémákról, én csak egyet akarok tudni, hogy én csináljam a dolgomat. Oké? És mindig mondtam a nejemnek, mikor mondta, hogy nincs pénz, meg lesz oldva. Tehát higgy bennem, megoldom. Érted? És lényeg az, hogy én mindig tudtam azt, hogy amit csinálok, azok jó dolgok. És nem foglalkoztam azzal, hogy az anyagiakon ennyit görcsöljek. Annyi volt, hogy max elmentem ide a szomszédba, elvittem az aranyokat Pénzverdébe, itt vették meg, itt a Golderádóba, és ennyi volt, amit foglalkoztam az anyagiakkal. Tehát ezt most csak azért mondom, hogy én sose foglalkoztam azzal, hogy mennyi pénz van a családban. Tehát én például most mindig úgy van, hogy oda mondom a nejemnek, hogy rak rendet a pénztárcámba, és úgy indít el, hogy ez elég lesz? Ez elég lesz, ami benne van, érted? Ennyi. Tehát én nem szoktam, ha nem elég, akkor mondom, de soha nem mondtam, tehát én soha nem foglalkoztam az anyagiakkal. Érted? Tehát én igazából sose foglalkoztam azzal, hogy mennyi pénzünk van, és hogy meg kéne görcsösen teremteni ennyit. Sose. Én mindig csak tettem a dolgomat, érted? És tudtam azt,
annak pozitív következményének kell lenni, hogyha én jó dolgokat teszek. Érted? Tehát én világéletemben így működtem, de még akkor is, mikor még a szakmámban dolgoztam, akkor se érdekelt annyira. Mit tudom én, volt olyan, hogy kerestem egy maszeknál havonta 15.000 forintot a 80-as években, utána meg elmentem egy olyan munkahelyre, ahol kerestem 4.000 forintot. Érted? Tehát azért, mert azt elmentünk volna moziba, és azt mondta a főnök, hogy majd elmesélem, mi volt a... elmesélem a filmet. Tehát ne menjek moziba, elmesélem a filmet. Erre másnap nem mentem bedolgozni. Ennyi volt. Jó, szóval pedig mondom, egy olyan munkahelyre mentem utána, ahol negyedét kerestem. Érted? Majdnem. Tehát, de nem az érdekelt, hogy mennyit keresek. És ez működik, hogyha azért csinálod a dolgodat, mert főleg itt most, hogy már szellemiséggel foglalkozunk, és olyan dolgokkal, amiben segítünk az embereknek, ha olyan ért csinálod, hogy az emberekért, az emberek fejlődéséért, érted, akkor ennél jobb nincsen. Tehát ennél jobb nincs. Tehát itt nyugodtan elengedheted majd az anyagot. Érted? Tehát én nem azt mondom, hogy holnap hagyd abba a munkádat. Nem mondom. Még véletlenül sem mondom. Azt mondom, hogy kezd el a szervezést. Érted? Ezt viszont mondom. Kezd el a szervezést. A munkád mellett kezdj el beosztani időt a szervezésre. A szervezés nagyon egyszerű, mert egyszerűen írásban kommunikálunk a Facebookon keresztül az emberekkel. Tehát kezd el a szervezést. Nyilván először kisebb ütembe, és ahogy belejössz egyre nagyobb ütembe, és szervez, és egy idő után azt tudod mondani a munkahelyen, mint amit van, akik csinálnak, hogy már nem tudok bemenni 8 órát dolgozni, csak 6-ot. És azt akarja, hogy itt dolgozok, akkor elégedjen meg az én 6 órámmal. És akkor utána azt tudja mondani, hogy ha azt akarják, hogy itt dolgozzak, akkor elégedjen meg 4 órával, kész. Nem tudok többet itt foglalkozni. És akkor egy idő után szépen le lehet építeni teljesen az állást. Világos ez? Tehát ezt meg lehet csinálni. Tehát ez nem anyagi kérdés, itt az életedről van szó, a nyugalmadról van szó, a békédről van szó. Egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit küzdesz, mennyit idegeskedsz a pénzért. Érted? És lenne majd a jövőben egy békés, nyugalmas tevékenységed, ahol nincs küzdelem. És akkor egy idő után már azt is eléred, hogy olyanok nem is kommunikálnak veled, akik... Érted? Mert tudod, addig kommunikálnak csak velünk, míg mi is... Ugye, mert hasonló-hasonlót van, tudod? Hát én is így voltam régen. Ne vagy azt itt, hogy nem. No szóval, lényeg az, hogy itt van egy lehetőség, és hogy lássátok azt, hogy mi van itt. Ugye itt van 24 nagy témánk. Tehát 24 nagy témánk, és a legeleje az egésznek, ami nem olyan soká lesz ám, mennyi? 7 hónap múlva, így fog kezdődni, hogy etika coach. És közben is tanuljuk az etikát sűrűn, tehát nem csak abban a 2 hónapban, mert az egy 2 hónapos képzés.
És az ember megtanulja az etika működését, és természetesen a többi dolgot is, ami... Hát most gondolj bele, mit tudom ilyen, hogy eredményesen tudjon az ember tanulni. Az vajon fontos? Vagy az, hogy ismerje az ember önmagát, az fontos? Vagy például ilyen dolog, hogy mit tudom én, az ember képes legyen saját vagy mások hangulatát javítani. És ennek ismerje az összes törvényét. Vagy olyan, hogy az ember a saját személyiségének vagy mások személyiségét fejlesztesse. Ezek fontosak? Vagy megtalálja az elnyomókat a környezetébe, és tudja kezelni az elnyomást. Hát ma a világban ennek az egy dolognak köszönhetően, ennek az egynek emberek szenvednek a bolygón. Mert körülveszik őket az elnyomók, és fogalmuk nincs, mit kell velük kezdeni. Vagy olyan, hogy az embernek rendbe jöjjön az önbizalma, vagy segítsünk ebben másoknak, hogy rendbe legyen az önbizalmuk. Vagy szeretet létrehozása, megteremtése. Tehát, hogy képes legyen az ember a szeretetet működtetni. Vagy akár a jó párkapcsolat működjön az ember életében. Ugye most mondok egy érdekes dolgot, mit tudom én mondjuk. Van egy olyan ember, aki mondjuk spirituális. És mondjuk itt van köztünk, vagy bárhol a világban spirituális emberként. Fogja és egy átlag párkapcsolatot talál magának, amely nem spirituális. Ugye az átlag az nem spirituális. Na most, hogy fogják tudni egymást kezelni? Az egyik ide jár tanulni, a másik meg nem. Hogy fogják tudni kezelni egymást? Hosszú távon. Az azt jelenti, hogy az egyik fogja tudni a másikat valamilyen szinten, de a másik nem fogja tudni őt. És akkor egy idő után mindig azt érzi az ember, hogy csak ő ad. És hiányzik a csere. Érted? Mert egy oldalú a dolog. Vagy ugye gyermeknevelés. Hogy olyan gyermekeket neveljenek föl az emberek, vagy segítsenek az unokák felnevelésében, hogy azok olyanok legyenek, akik tényleg olyan felnőttekké válnak, akik képesek az életben bármilyen területen megállni a helyüket. Vagy hogy az ember mondjuk egészséggel kapcsolatos információi legyenek, hogy a betegségeket meg tudja ember előzni, illetve ha van, akkor ki tudjon belőle jönni. Ezek vajon fontos információk, vagy például hogyan lehet egy boldogságot létrehozni az ember életében. Mi a feltételei a boldogságnak? Vagy mit tudom én, képes legyen valaki célokat megvalósítani. Képes legyen kommunikálni másokkal. Tehát, hogy mások kommunikációját megértse, és az ő kommunikációját megértsék mások. Vagy hogy képes legyen másokkal bánni. Hogy hatékonyan tudjon együttműködni másokkal, és egyáltalán működni mások javára is. Vagy képes legyen növekedni, fejlődni. Ezek fontos dolgok vajon. Vagy hogy képes legyen az ember pénzt teremteni. Vagy képes legyen mondjuk vezetni embereket. Vagy megoldani problémát, az lesz szerdától. Probléma megoldó kócs. Hogy képes legyen sikert létrehozni az ember. Hogy képes legyen szervezni. Nem hálózatépítésről van szó, nem itteni szervezésről, általános szervezésről van szó. Hogy szervezheti meg az ember
az életének bármely területét. Hogy képes legyen mondjuk jó képet mutatni kifelé magáról, vagy bármiről, amivel foglalkozik. Az a marketing. Képes legyen konfliktust megoldani. Tehát itt van 24 nagy téma, ami van, ami egy hónapos, van, ami kettő, olyan is van, ami három. De ezek mind olyan témák, ha megnézitek, hogy most se tudtuk két hónap alatt befejezni ezt a témát. Hát ahogy így elnéztem, hogy is vagyunk? Mindjárt ránézek, ha nem zártam be. De bezártam, úgyhogy nem nézek rá. Jó, tehát szerintem a feléig se jutottunk el, ami eddig eljuthattunk volna. Szóval egyre valahogy bővülnek ezek a témák, és egyre több és több információ van egy-egy témából. Tehát ezeket a dolgokat át kellene adni embereknek. És ezért hozni kellene embereket, hogy tanuljanak, fejlődjenek. És akkor eljussunk egy lelki fejlődés szintjére. Hát ránézek az órára, és azt látom, hogy véget ért a szemináriumunk, és hogy nekem vissza kell adnom a szót a házigazdáinknak. Ha bárkinek bármi kérdése merült fel az itt elhangzottakkal kapcsolatban, vagy egyébként ugye a szervezetünkkel velünk kapcsolatban, akkor keresse a vezetőjét, vagy a szervezőjét, és kérdezzen. Ha nem tudja, hogy ki a szervezője, akkor keresse az irodánkat. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok. Jó volt veletek együtt lenni. Én nagyon jól éreztem magamat, remélem ti is. Remélem voltak olyan információk, amik hasznosak voltak ezen a napon is. Egy kicsit gyorsan eltelt a mai hétvégi vasárnapi képzésünk, nem? De szerdán találkozunk. Jövő héten vasárnap meg Kondorfán leszek. Úgyhogy ez jó, ha tudjátok. Jó, tehát Kondorfára megyünk, vasárnapi képzést ott tartom. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen, Miklós, ezt a nagyon jó előadást. Mindegyik előadásod nagyon jó, és mindig sok-sok információval leszünk gazdagabbak, és nagyon, nagyon jól éreztük magunkat, az, vagy mi legalábbis, gondolom ti is. Még egy pár dolgot. Kedves Jácint, kérlek, hogy mondj néhány dolgot még magadból. Sajátod. Van neki. Kondorfáról az őrségből érkeztünk, 6 gyermekünk van és 2 unokánk. Családi vállalkozásban dolgozunk, kereskedelemben dolgozunk és PPH szervezéssel foglalkozunk. Miért kezdtél el a Nyílt Akadémiánál tanulni? Az interneten rátaláltam a Miklósnak egy nagyon érdekes előadását, és megnéztem több előadást, és akkor ebből kifolyólag úgy döntöttem, hogy itt a helyem, és beiratkoztam az iskolába. Eddig mit adott neked a Nyílt Akadémia képzése? Rengeteg felismerést, és rájöttem néhány dologra, amiket régebben nem jól oldottam meg feladatokat, és mik hiányoztak abból, hogy jól tudjam megoldani. Meg nagyon sok felismerést és boldogságot. Mit tanácsolsz másoknak? Aki könnyebben szeretné kezelni az életében a helyzeteket, feladatokat, az minél előbb kezdjen el tanulni, és ezáltal könnyebben meg tudja oldani problémáit, feladatait. És a lelki fejlődés útja, tehát hogyha valaki rálép erre az útra, akkor olyan segítséget kap felülről, amivel nagyon boldog életet tud élni. Anasztázia, most megkérlek téged, hogy te is mondjál néhány szót.
a minta. Eredetileg mérleképes könyvelő voltam, majd természetgyógyászatot tanultam. Jelenleg a családi vállalkozásunkban dolgozom, meg a felismerés lapokat. Jó? Köszönjük szépen, hogy velünk töltöttétek ezt a csodálatos napot. Mindenkinek jó utat kívánunk hazafelé, és akkor álljunk körbe.